arra szeretném kérni a sajtó munkatársait, hogy legyenek kedvesek tartózkodni a roma és a cigány kifejezések használatától. Cyganské trupy. Gypsy descent. Na minorita hitana. Roma lives. Cigán nie bывает danas. Well, good question. A viharsarok. Ádám első filmjével kezdődött a rendezővel közös munka. Ezt Berlinben mutatták be, így ismerkedtünk meg Ádámmal. Ezután visszajött Berlinbe egy színdarabbal, azokkal az emberekkel, akiket az új filmből ismerhetünk. Ezt is láttam Berlinben. Aztán azt javasolta nekem, hogy játsszam ezt a fehér nyugati művészeti vezetőt. Western, white, egy olyan kontextusban, hogy hogyan működik az egyensúly, ha a tehetősebb emberek kevésbé jó módú embereket helyeznek a nagy színpadra. Tehát egy erkölcsi kérdéssel, hierarchia kérdéssel foglalkozik a film. Ezekhez a témákhoz manapság is sokféleképpen kötődhetünk. Ez egy olyan film, amely elősegíti a romák láthatóságát, ami természetesen Németország számára is fontos, történelmünk szempontjából. Viszont nem csak a múltban, hanem a jelenben is sok és mindenféle roma ember él Németországban. Nagyon különbözők, nem egy csoportnak számítanak. Szóval azt gondoltam, hogy ez nagyon érdekes, ezért igent mondtam. Én nekem most a legizgalmasabb, vagy amiben mostanában járatom magam, elég sok vita van a film körül. És például fölmér az, hogy a Császinak, mint ne haragudjatok a kifejezésre, fehér rendezőnek mi adja a legitimációt ahhoz, hogy filmet forgathasson. Ami egy picit valahogy kisebbíti a mi szerepünket is. És azt gondolom, hogy ez a film nem jöhetett volna létre anélkül, hogy az Ádám tanult volna mi roma nézőpontunkból. Ő a rendszeren belüli, a rendszeren kívüli nézőpontot mi adtuk hozzá. És egy kicsit mostanában szeretem azt mondani, hogy megfordítva, hogy ez tulajdonképpen nem egy fehérek által gyártott roma reprezentáció, hanem egy romák által gyártott fehér reprezentáció. Valójában nekünk van szükségünk a császira, hogy validálja azt, hogy mi milyen jobban csinálunk filmet a fehérekről. The work itself was very interesting. A munka különleges volt, mivel a kamera munka is kivételes. Egyáltalán nem az a narratíva volt, amit a televízióból vagy az amerikai filmekből ismerhetünk. Nos, a film kihívást jelent abból a szempontból, hogy szeretni kell hozzá a mozit, és szeretni kell a társadalomban zajló folyamatokat, amelyeket nehéz feldolgozni. Ez a két elem nagyon erős benne. Úgy értem, hogy a filmet roma férfiak és nők írták, akiket a filmben is láthatunk. Ez már is olyan hitelességet ad az egésznek, amit általában nem szoktunk látni a mozikban, kivéve talán néhány dokumentumfilmet. Ez párosulva Ádám magas szintű esztétikájával és az operatőr Balázs munkájával nagyon hatásos alkotást eredményezett. Szóval engem lenyűgözött a film, és remélem nagyon jó visszhangot fog kapni. Ma este pedig Budapesten lesz a premier, amin én is örömmel veszek részt. Orsós Krisztofár vagyok, 25 éves. Én vagyok az első cigány paleontológus. Cigánynak születtem, de nem vagyok cigány. My kids are an ethnic minority group from severely underprivileged background. Nochmal eine große Runde Applaus bitte für unsere Gypsy-Freunde. Ilyen még nem volt. És sok értelemben ez sem a filmnyelv, sem az, ahogy romák beszélnek a társadalomról, és rengeteg olyan jelenség van nevén nevezve, vagy kérdés föltéve erre a jelenségre, amiről általában nem szoktunk beszélni, vagy nem így. Ez megelőzi a korát szerintem. Nem a filmnek kéne nevelni. A film az segíthet ebben, föltehet neked egy jó kérdést, fölébresztheti benned a szomjúságot a változásra, de nevelni azt apámnak meg anyámnak kellene, a társadalomnak, mi egymásnak és a stb. Azért akartam cigánynak születni, hogy legyen mivel takarózni. Nekem szar volt a gyerekkorom, érted? Sajnálsz? Persze, hogy sajnálsz. Akkor te jó ember vagy.